Augusztus 17-én kortárs képzőművészeti kiállítás nyílt a Tatai vár törökkori bejárójában. A tárlat a Barlang Grotta című képzőművészeti pályázat anyagából készült válogatás. Nagyon különböző dolgok érkeztek, nagyon sokféle módon reagáltak a hívószóra. Ugye volt egy bizonyos hívószó, a barlang, a grotta. Ennek szerintem adekvát helyszíne most a törökkori bejáró, mert még a szokásosnál is rusztikusabb a külső az idei nyáron. Nagyon klassz ez a helyszín szerintem a kortárs kiállításoknak, és akkor erre kellett ugye egy-egy művet beadni, akár a meglévő készletből kiválasztani egy munkát, akár újat készíteni. Tulajdonképpen mindegy, hiszen abban a pillanatban, ahogy egy ilyen összefüggésbe bekerül egy kép, azonnal egy újabb értelmet is nyer, és valóban nagyon izgalmas válaszok ezek erre az általunk föltett kérdésre. Nagyon jó, nagyon örülök neki, hogy szobrok is érkeztek például ide. Szerintem a szoboranyag az mindenképpen olyan, hogy csak amiatt is érdemes volna idejönni. A pályázatot 40 év alatti alkotóknak, művészeti egyetemistáknak írták ki. Tavaly már volt egy ilyen kortárs kiállításunk, akkor még olyan nagyon kisgyerekcipőbe jártunk. Idén már jobbak vagyunk, ugye vannak díjaink, és van egy katalógusunk. Tehát igazából ez az álmunk, hogy legalább néhány éven keresztül fönn tudjuk tartani ezt a hívószavas, kicsit tematikus képzőművészeti kiállítást, és ebből megjelenik egy ilyen sorozat. És miközben megjelenik ez a sorozat, közben itt aztán megjelennek ezek a művészek, mi megismerhetjük ezeket a kortárs jelenségeket, ezeket a nagyon-nagyon friss, nagyon jó pofa gondolatokat. És hogy ebből gyűjtemény épüljön előbb-utóbb, hát lehet, hogy ez lesz a következő lépcsőfok. A kortárs művészet jelenlétét, az ezt segítő pályázatot többek között a Mecénás Közalapítvány keresztül Tata városa is támogatta. Fiatal művészek kiállítás sorozata kezdődött el. Talán az első igazán komoly az tavaly volt, korábban is voltak persze ilyenek, de tavaly indult el Kovács Kamere László és Kövesdi Mónika kezdeményezésére egy nagyon jó gondolat, és a Mecénás Közalapítvány ezt karolta föl a Város Közalapítványa, és állt mellé a város is természetesen. A tárlat a Tatai vár törökkori bejárójában látható.